Jövőd a tét. Nagy érdeklődés övezte a pályaválasztási kiállítást Baján. Közösségek az egészségfejlesztésben 35. szimpóziumát tartja Baján az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete. Első 10-ben egy bajai az Európa-bajnokságon, Andrássy Márton helyt állt a felnőttek között. Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió november 9-i csütörtök esti híradója már is kezdődik. Több mint 30 iskola és képzőhely mutatkozott be a Jövőd a tét pályaválasztási kiállításon, amelyet csütörtökön rendeztek meg Baján a turisztikai központban. A Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal által életre hívott kiállítássorozat utolsó bajai helyszínén több száz diák volt jelen. A kiállítás célja az volt, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok releváns, gyakorlati ismereteket szerezhessenek a különböző szakmákról, képzésekről, az iskolák kínálatáról. Szuper. Egyebek mellett a robotok programozásába, megépítésébe avatták be az érdeklődő diákokat a Szent László Általános Művelődési Központ standjánál. Ebben az iskolában többek közt az informatika és távközlés ágazaton belül indulnak képzések, de a környezetvédelem és vízügy, valamint az egészségügy területén is folyik oktatás. A robotika szakkörön belül pedig érdekességeket tanulhatnak azok a diákok, akik ezt az intézményt választják, mondta Mohácsi Zoltán oktató. Bemutatjuk, hogy lesz ilyen lehetőség a majdan hozzánk jövő diákoknak, hogy a kreativitásukat bemutassák, illetve gyakorolják. Mivel ez egy nagyon kreatív lehetőséget kínál, nem csak maga a szerkezetek megépítése, hanem akkor ehhez még ugye egy programot kell hozzá készíteni, és ennek az együtt kell működni, úgyhogy egy nagyon jó lehetőség. Látványos szakmai bemutatók, kóstolók, zenés-táncos műsorok is tarkították a Jövőd a tét címet viselő pályaválasztási kiállítást, ahol nem csak Bács-Kiskunvár megyei iskolák és képzők mutatkoztak be, hanem Tolna és Csongrád-Csanád vármegyéből is érkeztek képviselők, hogy népszerűsítsék a náluk elérhető képzéseket. Az egyik standnál a kozmetikai sminkek a frizurák készítésébe, egy másik állomáson a csecsemőgondozás fortéjaiba nyerhettek betekintést az érdeklődők. A diákok nagyon érdekesnek és hasznosnak írták le a rendezvényt. Például a programozás, akkor lövészet, vagy ugye rendőrképző, rendészet is, ötletes mindegyik. Vannak kóstolók, elég finomak, és mindegyik jó. Frittmann Márk a pontos utasításokat követve összerakott egy fegyvert. Azt mondta, a fegyvertechnika mindig is érdekelte, de más irányba szeretne tovább tanulni. Most először azt akarom, hogy egy mezőgazdasági gép és technikus letenni után egy autószerelőit, és azzal már tudok elhelyezkedni. Az eseményt Zsigó Róbert Baja és térsége országgyűlési képviselője nyitotta meg, aki arról beszélt, hogy a szakmunka presztízse nőtt az utóbbi években. Az a fiatal, aki tisztességgel kitanul egy szakmát, az el tudja tartani a családját ebből, és ez egy nagyon fontos szempont volt az elmúlt esztendőkben, hogy a munka becsületét vissza tudjuk adni. Kovács Ernő, az eseményt életre hívó Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal főispánja azt emelte ki, kulcsfontosságú a képzés kiválasztása, a fiatalok jövője, a munkaerőpiac és a gazdaság szempontjából. Nagy örömmel látom, hogy ez a munkanélküliség, ha csökken, akkor egyformán csökken Baján is. Mindig csak néhány tized a különbség a kécskei járás és a bajai járás munkanélküliek között, és alig haladja meg a 2%-ot. Ez nagyon-nagyon nagy dolog, miközben a megyei átlag a 3%-ot is meghaladja. A kiállításon 34 iskola és képzőhely mutatkozott be. A témával bővebben a következő Zoom című magazinunkban foglalkozunk. Fiatalokért külön díjat kapott a közelmúltban a Bajai Eötvös József Főiskola. Az OFA Nonprofit Kft. Az év felelős foglalkoztatója pályázatának ünnepélyes díját adó rendezvényét október 30-án rendezte meg Budapesten. Az eseményen a tavalyi és az idei nyertesek vehettek át elismeréseket különböző kategóriákban. Az Eötvös József Főiskolát Nagy Cirok Anita, a pályázati iroda vezetője képviselte.
A főiskola fiatalokért külön díjban részesült, amellyel azt méltatták, hogy az intézmény aktívan tesz a fiatal, 30 év alatti munkavállalók foglalkoztatásának javításáért, megtartásáért. Kiemelték, az EIF munkáltatóként példaértékűen és sokoldalúan tesz munkavállalói jólétéért. Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Idén 8. alkalommal hirdette meg az évek óta nagy sikerrel zajló pályázatát, amelynek célja azon hazai munkáltatók elismerése, akik számára az emberi erőforrás központi értéket képvisel, olvasható a Bajai Felsőoktatási Intézmény honlapján. Az Egészséges Városok Európai Mozgalma idén ünnepli elindulásának 35 éves évfordulóját. Az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete 2023. évi szimpóziumát csaknem 10 év után ismét Baján rendezik meg, ahol ebben az esztendőben a közösségek egészségfejlesztésben betöltött szerepének jelentőségét tárgyalják a résztvevők. Az eseménysorozat november 11-éig tart. Csak nem 10 év után, 2,5 napon keresztül ismét Baján zajlik az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesületének szimpóziuma. Az esemény sorozat elején Baja megyei jogú város polgármestere, az Egyesület elnöke, illetve a felügyelőbizottság elnöke sajtótájékoztatót tartott a helyi média képviselői számára az idei találkozóról. Az összejövetelen Nyirati Klára polgármester elmondta, büszke arra, hogy a mintegy 1400 város között Baja is tagja az Egyesületnek. Kiemelte, egy városvezetés célja az, hogy az ott élők érdekeit, igényeit szolgálja, a bajaiak pedig szeretnek biztonságban, egészségben és nyugodtan élni. Így három célt fogalmaztak meg arra vonatkozóan, hogy milyen legyen Baja. Zöld, biztonságos és pezsgő. Elhangzott, az Egyesület és az önkormányzat céljai átfedést mutatnak. Az, hogyha zöld környezetet, minél több fát, bokrot, virágot, minél jobb levegőt biztosítunk a lakók számára, ehhez megteremtjük a biztonságot, tehát jók legyenek a járdák, az utak, kényelmesen, biztonságosan lehessen közlekedni, legyen világítás. Akkor ezzel felöleltük az első két területet, a fizikai egészséget. A harmadik, a pezsgő kulturális élet, pedig a szellemi-lelki egészségnek egy elengedhetetlen feltétele. Ennek az Egyesületnek a céljai pontosan ezek. Emellett a fenntarthatóság, az idősekről való gondoskodás és a lakossággal való közvetlen párbeszéd is szerepel mindkét fél céljai között. Bús Otto, az Egyesület felügyelőbizottságának elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, a 2,5 napos rendezvény első napján délelőtt a felügyelőbizottság ülésére került sor, majd délután a közgyűlés következett, ahol javaslatot is felterjesztettek az Egyesületnek. 25 tagszervezet közül 9 tagváros az határon túli Erdélyországból, 3-an Vajdaságból vagyunk, 4-en is van. Ugye Muravidékről és a Fölvidékről egy-egy tagvárosunk. Szeretnénk a jövő esztendőbe kimozdulni egy kicsit az anyaország határain túl, és azt fogjuk a közgyűlésnek javasolni, hogy a tavasz lesedékes két koordinátori értekezletet Dunaszerdaján, illetve Szabadkán tartsuk majd meg a következő esztendőben. De Blázió Antonio, az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesületének elnöke elmondta, az elmúlt időszakban több millió forintos támogatásra sikerült szert tenni a szervezetnek, amelynek köszönhetően bővíthették a tevékenységüket. Az elnök az idei eseménysorozat tematikájáról is nyilatkozott stábunknak. Évente az Egészségügyi Világszervezet ugye 6 nagy témát jelöl meg, mint egészség megközelítés, és ezek közül az egyik a közösségek szerepe az egészség megőrzésében, az egészség megteremtésében. De az Egészséges Városok egyik alapelve ugye az esélyegyenlőség biztosítása, és ezáltal nagyon fontos az idősek kérdésköre, hiszen az idősek mint közösség, és a közösség számára az esélyegyenlőség biztosítását, ha összerakjuk, akkor érthető, hogy miért az idősekkel foglalkozunk, hiszen az ő esetükben fontos az, hogy az időskorban is teljes életet tudjanak élni. De Blázió Antonio hozzátette,
Fontos, hogy nem csak fizikai értelemben, hanem szellemileg, kulturálisan és egyéb területen is aktívak maradjanak az idősebb és a fiatalabb generációk tagjai egyaránt, hiszen ez a minőségi élet titka. Hozzátette, az éves szimpóziumok célja az, hogy bemutassák egymásnak a jó gyakorlatokat, és felvessék azokat a lehetőségeket, amelyek máshol is jól hasznosíthatók. Magyarország élen jár az illegális állatkereskedelemben. A figyelemfelhívó kampányok ellenére továbbra is rengeteg szaporító húz hasznot kölyök kutyák értékesítéséből. Ilyen esetben a gyakran alig néhány hetes állatok jellemzően a kötelező oltások és a megfelelő egészségügyi intézkedések nélkül kerülnek az új gazdáikhoz. A hiányzó ellátás következtében a négylábúaknál nagyobb eséllyel jelentkeznek betegségek. A Jeromos Állatmentő és Természetvédő Egyesület jelenleg 13 kutyakölyökről gondoskodik, akik maguk is egy felelőtlen tenyésztő miatt váltak gazdátlan kutyákká. Nagyon érdekes az is, hogy az ivartanyított állatok sokkal hosszabb életet élnek, sokkal kevesebb baleset érheti őket. Tanulmányok bizonyítják, hogy több szempontból is előnyel járhat, ha az állattartók időben gondoskodnak kedvenceik ivartalanításáról. A szervezetre gyakorolt pozitív hatás mellett a beavatkozással megelőzhetőek a nem kívánt szaporulatok is. Így elkerülhető, hogy a nem várt állatkölykök anyagi forrás és gondoskodás hiányában az utcára kerüljenek. Flóra, fauna, habcsók, szirup, pilla, rozé, sáfrány és malibú. Ők a Jeromos Állatmentő és Természetvédő Egyesület legújabb és legfiatalabb lakói. A 8 kutyakölyök a hétvégén került be az állatotthonba, miután bajai lakosok a város több pontjáról jelezték, hogy megtalálták őket. Fél óránként jöttek a telefonok, hogy itt és ott találtak 2 kölyök kutyát, és csak jöttek, és végül 8-nál álltak meg, úgyhogy Baján belül így az alvégi város része 4 különböző pontra lett kirakva, 2-esével 8 kölyök kutya. Ők vannak most nálunk, 7-8 hetesek. A kölykök vélhetően fajtiszta ausztrál pásztorkutyák, és bár egyelőre még a fertőtleníthető szobában, a többi négylábútól elkülönítve töltik a napjaikat, a kötelező védőoltások beadását és a csip beültetését követően gazdakeresők kiválnak. A 8 apróság története nem egyedi. Néhány héttel ezelőtt 5 kölyök került be a telepre az anyukkal együtt, akiktől szintén egy felelőtlen állattartó próbált meg megszabadulni. A várhatóan közepes testűre növő kiskutyák jelenleg karanténban vannak, de már most várják az álomgazdák jelentkezését. Magyarországon törvény tiltja az illegális állatkereskedelmet, mégis több ezer kedvencet adnak el a megfelelő papírok és oltások nélkül, mondta Kübler Anikó, a Jeromos Állatmentő és Természetvédő Egyesület társelnöke. A szaporítók esetében, ahol gyakran disznóba tartják az anya-apa állatot, ez ilyen megélhetési szaporítás kategória. Úgy néz ki, hogy Magyarország sajnos a szaporítás fellegvára, nagyon sok kiskutyát szállítanak Magyarországról külföldre. Ezeknek a fele sajnos nem éli túl az utat, mindenféle betegségben elpusztulnak gyakran anya-apu testvérek. Hát borzalmas eredménye lehet a szaporításnak. Az Egyesület társelnöke hozzátette, az állat elhagyása bűncselekmény, állatkínzásnak minősül, és letöltendő szabadságvesztésre ítélhető, ha bizonyosságot nyer, hogy egy tulajdonos elűzte vagy magára hagyta a házi kedvencet. A témával Kedvenceink világa című magazinunk következő adásában bővebben is foglalkozunk. Ismét eltelt 2 hét, újra jelentkezik a Bácskai Napló. Baja és környékek közéleti lapjának címoldalán ezúttal egy különleges sport. Az amerikai foci kerül középpontba. A szerkesztők pedig beszámolnak az alvégi termelői piac népszerűségének növekedéséről, illetve a rezéti halásztanya sorsát is tárgyalják az oldalakon. Az újságban központi szerepet kap a Baja Víz Kft. Átruházása, illetve a mozi újjáélesztésével kapcsolatos aktualitások is, valamint azt is megtudhatják az olvasók, hogy a városban ezúttal milyen módon támogatják a legfiatalabbak szemléletformálását. A hagyományos eseménynaptárban a legfrissebb programajánlatok közül választhat a lakosság. Keressék a Bácskai Naplót, hogy értesüljenek Baja és környékének aktualitásairól.
Baja megyei jogú város önkormányzata és Baja városi diák önkormányzata közös erővel gyűjtést szervezett. Ez alkalommal a tini lányok kerültek középpontba, így jó állapotú női táskákban adhatnak le tisztálkodási szereket az adakozók. Az október 20-án kezdődő gyűjtés november 17-ig tart. Tini lányoknak készülő adományokat várnak Baja megyei jogú város önkormányzatának munkatársai és Baja városi diák önkormányzat tagjai. Pozár Renáta, a program ötletgazdája elmondta, egy korábbi, hasonló akció mintájára szervezték meg a gyűjtést. Olyan táskákat várnak, amelyek jó állapotúak, bele pedig tisztálkodási szereket kérnek, hogy a rászoruló lányok életét megkönnyítsék, tette hozzá. Tavaly évben a Nem Luxus Táska akcióra hajazva kicsit indítottunk egy női táska akciót, és ennek kapcsán nagyon sok táskát osztottunk ki, és ennek kapcsán jött az ötlet, hogy lehetne ezt egy kicsit a tini lányokra formálva. Nem biztos, hogy ugyanaz a stílus képviselnek a tinik, mint a felnőtt nők, az idősebb generáció. Így jött az ötlet, hogy akkor a tiniknek, és akkor a gyerekek, akár felnőttek is nyilván szeretettel várjuk, hogyha adnak ilyen felajánlásokat. Kis tini táskákba várunk tini lányoknak használatos egészségügyi csomagokat. Elárulta, szép számmal érkeznek a felajánlások a fiatal hölgyek számára. Az adománygyűjtés befejeztével a védőnők fogják kiosztani a csomagokat, akik előzetesen jelezték, hogy nagy az igény a táskákra, tette hozzá. Baja város diák önkormányzata fontosnak tartotta, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez, mert kötelességüknek érzik, hogy segítsenek a nehezebb helyzetben lévő társaiknak. Mondta el híradónknak Hofkezánk Zsófia, a diák önkormányzat városházi kapcsolattartója. Olyan mértékű szervezettséget mutatnak a diákok, hogy egyes intézményekben összefogtak az osztályok, és minden osztály felajánlott egy-egy táskát. Úgyhogy szép számmal gyűlnek a táskák. Maga a tartalmukat illetően talán a fiatalok ismerik a legjobban azt, hogy mit is tudnának adni a másiknak, minek is örülnének. Tehát mindenféle állatos, mintás és ilyen tényleg fiatalokra szabott dolgokat raknak bele ezekbe a női táskákba. A felajánlásokat november 17-ig várják három helyszínen. Így a Bajai Turinform iroda, a turisztikai központ és a polgármesteri hivatal is fogadja ezeket a csomagokat. A leadás nyitvatartási időben lehetséges, így érdemes ezekről előzetesen tájékozódni. November 3-a és 5-e között a franciaországi Montpellier városában rendezték a felnőtt judo Európa bajnokságot. Városunkat és a Mogyi Bajai Judo Klubot Andrássy Márton képviselte. A bajai sportoló az előkelő 9. helyen végzett. A magyar válogatottat erősítette Andrássy Márton a hétvégi franciaországi judo Európa bajnokságon. A Mogyi Bajai Judo Klub sportolója mínusz 60 kg-ban állt tatamira a felnőtt mezőnyben. A bajaiak kiválóságának két mérkőzés jutott az EB-n. A 16 közé jutásért erős ciprusi ellenfelét verte Vazarival, majd a 8 közé jutásért vitatott bírói döntések mellett vereséget szenvedett a későbbi bronzérmes francia versenyzőtől. Márton a szerdai edzésen értékelte EB szereplését. Igazából számomra szinte mindegy volt, hogy milyen sorsolást kapok, mert azért egy Európa-bajnokságon nincsen könnyű mérkőzés. Miután megláttam, akkor azért természetesen egy kicsit megnyugodtam, de tudtam, hogy az első ellenfelem is a ciprusi is nagyon kemény lesz. Milyenek voltak a mérkőzések, hogyan zajlottak belül, hogy érzed? Hát az első mérkőzésem az kicsit akadozott, ott azért még picit izgultam is, de úgymond átestem a keresztüzérséggel, és utána picit belendültem. Hát a második meccsem azt sokkal jobban élveztem, sokkal jobban is ment a judó. Hát sajnos ott kikaptam. Andrássy Márton kiváló judóval, nagy küzdeni tudással nem vallott szégyent a nemzetközi felnőtt mezőnyben. Vallja ezt a sportoló edzője, Radics Attila is. Hát az előzetes elvárásokhoz képest maximálisan elégedettek vagyunk, ugyanakkor sajnos a versenyen azért volt egy kis olyan szituáció, ahol a második mérkőzésén egy értékelhető akciót nem adtak meg neki. Ha ott azt megadják, akkor
máshogy alakult volna az egész, és én úgy gondolom, hogy akkor jóval előrébb tudott volna végezni, de nincs bennünk hiányérzet. Márton számára nincs megállás. Szerdán már folytatta az edzéseket, hiszen jövő héten Németországba utaznak. November 17-e és 19-e között Potsdamban rendezik az U23-as Európa-bajnokságot, ahol a Mogyi versenyzője ismét tatamira lép. Főbb híreink jönnek még egyszer, egy-egy mondatban. Jövőd a tét. Nagy érdeklődés övezte a pályaválasztási kiállítást Baján. Közösségek az egészségfejlesztésben 35. szimpóziumát tartja Baján az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete. Első 10-ben egy bajai az Európa-bajnokságon, Andrássy Márton helyt állt a felnőttek között. Műsorunk végén köszönöm a figyelmet, friss összeállítással legközelebb holnap várjuk Önöket. Szép estét kívánok, viszontlátásra! Hajnaltájt nyugatra megérkezik a front csapadék zónája, és pénteken napközben kelet, észak-kelet felé haladva sokfelé okoz esőt, záport. A déli szél főként a délkeleti tájakon és a magasabban fekvő helyeken erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, azonban az észak-keleti-keleti harmadban mínusz 2 és plusz 3 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 7 és 14 fok között alakul, a legmelegebb a keleti-délkeleti határnál lesz.